Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az édesbús dallamok után következzék egy nagyon is mai beszélgetés. Vendégem Novák Eszter, a Nagyváradi Szigligeti Színház művészeti vezetője. Tisztelettel köszöntöm. Aki nem másért van itt, hiszen most Székesfehérvár vendége. Az imént már elmeséltem, hogy miként éltük meg mi újságírók, amikor Szikora János az évadnyitón bejelentette, hogy mi lesz ebben az esztendőben, és akkor néztük, hogy ahogy ő maga beszámol, hogy mit rendez, aztán Hargita Iván, Bagó Bertalan, Horváth Csaba nem különben, majd utána rátért ilyen értelemben a lényegre, hogy az újjáépülőben lévő Pelikán Kamara Színházban lehetőség nyílik nekünk, hogy olyan rendezőkkel találkozhassunk, és olyan darabokkal, amelyet Novák Eszter, Telihai Péter, illetve Zsoltér Sándor rendez. Úgyhogy elállt a lélegzetünk, és most eljutottunk addig, hiszen holnap, azaz pénteken lesz a Pomerá darab, Joël Pomerá, a neves francia író-rendező, az Én kis hűtőkamrám című drámájának bemutatója, amelyet ő rendez. Örülök, hogy itt van velünk. Ahhoz azonban, hogy egy kicsit megismerkedjünk a rendező hitvallásával, és eljussunk a hűtőkamráig, meg kell, hogy ismerkedjünk önnel. Egy csoda család lánya jön, hiszen édesanyja Folti Jolán, édesapja Novák Ferenc, Novák Tata, ha úgy tetszik, a magyar népi kultúra, népművészet gyökereit kutató legendák. Testvére pedig Novák Péter, aki gyakorta Székesfehérvár vendége. Hála Istennek teszem hozzá. Nos, Eszter, ön a... És ebben a családban nőtt fel. És ebben a családban nőtt fel. Nos, egy elit gimnáziumba járt, mert a Madách elit gimnázium, és ráadásul egy, én azt mondom, hogy nagyon is emberi, mellesleg, nem mellesleg, pedig elvarázsolt magyar esztétika szakon végzett. A bölcsészkaron. A bölcsészkaron. Még a rendezés szak előtt. Így van, a rendezői szak előtt, hogy aztán... Egyébként igaziból úgy kezdődött, hogy magyar népművelés szakon kezdtem. És akkor még az esztétika az egy B-szak volt, tehát másodév után kellett belülről az egyetemről felvételizni. Nos, és hát én azért végeztem az elvarázsolt esztétika szakon, mert rátaláltam Balassa Péterre, aki egy fantasztikus, óriás tanár volt, egy esztéta, irodalomtörténész, esszéista, őrületes nagy formátumú tanár volt, és ő volt az esztétika tanszéknek az egyik fontos tanára, és tulajdonképpen én miatta őtől akartam még nagyon sokat tanulni, és miatta mentem esztétika szakra. Tehát azt kimondhatjuk, hogy másodévesen hivatást választott, hiszen az esztétikát választotta. Akkor miért gondolta meg magát, ha úgy tetszik, hiszen a diplomaosztó után jószerűvel azonnal elkezdte a rendezői szakot? Igen, akkor azt kérdezte anyukám, hogy és még hány egyetemet akarok elvégezni. Nem tudom, Nem tudom, én a Balassa Péterhez írtam a szakdolgozatomat is a bölcsészkaron, Deák Tamás kolozsvári nagyszerű, csodálatos nagy írónak a regényírói munkásságából, mert ő is egy sokoldalú szerző volt, és akkor a Balassa, meg azok a tanáraim, akik olvasták, azoktól nagyon jó visszajelzéseket kaptam, és valójában azt várták tőlem a család is, a tata is, és így a tanáraim is, hogy hát, hogy valamiféle bölcsész leszek, klasszikus értelemben véve bölcsész leszek, holott én egyébként tanárszakot is végeztem, tehát a magyar szak az nekem tanárszak volt. És hát én akkor elkezdtem gondolkodni, és azt valahogy így nagyon éreztem, hogy nekem, hát, hogy nekem az egyik legnagyobb tehetségem, akkor már azért én 25 éves elmúltam, az valahogy az emberi kommunikációban van. Tehát azt valahogy úgy gondoltam, hogy nem szeretném, nem bírnám egy könyvtárban eltölteni az életemet, mert egyszerűen párbeszédben kell állnom emberekkel, mert az emberi természetrajz érdekel a legjobban. Ezt azért mondjuk egy felnőtt, tehát 25 évesen már felnőtt azért nagyjából az ember. És tulajdonképpen egy kicsit véletlen volt, elmentem egy színházkritika író tanfolyamra, csak így szórakozásból a színházi intézetben kezdtem dolgozni a táncarchívumot, rám bízta ott akkor Kerényi Ferenc igazgató, aztán mire elkezdtem dolgozni, már nem ő volt az igazgató,
És akkor elmentem egy ilyen kritikaíró tanfolyamra, de közben én azért úgy bele-bele kóstoltam a színházba, mert a Tata néhány helyzetbe bedobált engem, hogy nem tudom, mint koreográfus tulajdonképpen segítsek a munkájába. És akkor felhívott egy barátom, és azt mondta, hogy Székely Gábor indít rendezőszakot. Nosza. A Színművészeti Főiskolán, és hát mi azért akkor rettentő sokat jártunk színházba, és a Székely Zsámbéki féle nemzeti és aztán majd katona előadásai voltak nekünk a, hát így a mércék arra, hogy is kellene színházat csinálni, és a Székelynek volt egy pár olyan előadása, amit nem egyszer, nem kétszer, hanem annál jóval többször láttunk, meg az Asernek, tehát ugye ezeknek, meg a Kaposvári Színházat akkor, és valahogy így azt gondoltam, hogy a Székely, nem ismertem én persze Székely Gábor, csak az előadásait, azt gondoltam, hogy ezt megpróbálom, mert ha esetleg felvesz, akkor neki el fogom hinni, hogyha azt mondja majd egyszer, hogy szerint ezt inkább ne csinálja. Az nem lehetett kétséges, hogy tehetséges, ugye vár? Nem tudom azt, és de az elhivatottsága abban nem volt kétség, egyszer csak abban nem volt, inkább azt mondanám, hogy egyszer csak abban nem volt kétségem, hogy ezt meg kell próbálnom, mert hogy valami visz belül oda. Az, hogy van-e tehetségem, azt nem éreztem soha, hogy azt én nekem kéne eldönteni. Meg egyébként is a tehetségről elég hamar, és most már végképp, mint tanár is, mert ugye nekem nagyon fontos a tanítás, tehát a Színművészeti Egyetemen színész osztályokat, meg néha rendezőket, dramaturgokat is tanítok, hogy a tehetség az egy állapot. Tehát én már egyre inkább azt gondolom, hogy azért ez szakma is, ezt meg lehet tanítani nagyon sok mindent belőle. Fontos dolog a tehetség, de ha elhagyja az embert, akkor még mindig azért sokat tud segíteni a szaktudás, de ez mindenben így van, tehát nem hiszem, hogy csak a színházban volna így. Mindenesetre íve van a pályájának. Ha megnézzük, hogy a 94-ben végzett, az Új Színház először rendező, majd főrendező, és végigment, és mindig valami új, mert az Új Színház is új volt valamelyest, a Bárka nem különben, ha úgy vesszük, a Jászai Mari, a Tatabányán sem volt, ha úgy tetszik, múltja a színházi életnek még, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, egy olyan ív, amiért azért meg kellett mászni azokat a különböző grádicsokat. Hát igen, igen. Voltak egyáltalán nehézségei az első időszakban? Hát azután voltak a tipikus pályakezdő nehézségekre gondolom. A pályakezdésem az nekem, meg Hargita Ivánnak, aki ugye itt most Székesfehérváron a prózai tagozat, osztálytársak voltunk. És osztálytársak voltunk a Harsányi Sulyom Lacival is, aki Tatabányán igazgató volt 10 évig, és azért is csináltunk ott színházat. Na most a pályakezdésünk, az Iváné és az enyém, az egy, hogy mondjam, egy ilyen áldott állapotú, kivételes pályakezdés volt, mert Székely Gábor Ré volt az az Új Színház, tehát ő alapította azt a színházat, vagy őt keresték meg avval, hogy csináljon színházat, és hát az nyilván egy rendkívül nagy dolog volt, ijesztő és vonzó nagy dolog volt, hogy az Ivánt és engem elhívott ebbe az Új Színházba állandó rendezőnek, ráadásul az én előadásommal, a Csongor és Tündével nyitotta meg az Új Színház a kapuit. Az a 4 év, az elképesztően nagy dolog volt, mert fantasztikus volt az a társulat, az az Új Színházi társulat. Olyan hatalmas színészeket ismerhettem meg, vagy dolgozhattam, mint a Csomós Mari, mint Csárhalmi Gyuri, Tóth Ildivel, ugye onnan azért az már nagyon rég volt, ki sem merem mondani, hogy mennyi ideje a Tóth Ildivel a munkakapcsolatunk és a barátságunk is onnan datálódik, ezt azért is mondom, mert ugye ő a főszereplője az Én kis hűtőkamrámnak. Tehát az egy páratlan 4 év volt, és abban nem volt nehézség, kivéve, hogy az ember szeretett volna nagyon, nem tudom, nem jó szó a megfelelés, mert ez nem egy nehéz, egy felelőssége volt annak, hogyha egy ilyen ajándékot kap a mesterétől, akkor azt, nem tudom, azt jó munkával, nem tudom, meghálálja, vagy valami. Tehát a nehézség az azután kezdődött, amikor az Új Színház éléről ugye leváltották Gábort. Tehát a tovább lépés bizonyos értelemben kényszer volt? Ott az nem volt kérdés. Vagy egy szakmai
Nem, a Márta Pista lett az igazgató, ő nem is nagyon akart bennünket, az Ivánt és engem, de hát nem is nagyon maradtunk volna, szóval ez egy ilyen kölcsönös, nem akarom azt mondani, hogy nem maradtunk volna, mert az engem nem is akart ott tartani. De hát a társulatnak a nagy része is eljött akkor onnan, tehát onnantól már nehéz, minden nehéz lett tulajdonképp. Ez annak tükrében is fontos egyébként, hogy itt van egy idézet öntől. Az a kérdés, hogy egy ország tud-e a benne lévő fiatalok köré olyan világot teremteni, hogy önálló gondolkodásra képes, egyéni világnézettel rendelkező a saját sorsukért, a közösség érdekeit sem háttérbe szorítva, felelősséget vállalni tudó felnőttekké váljanak ezt. Ön mondta, ez körülbelül... Mikor mondta ezt? Amikor a Magyar Színházi Társaság elnökségi tagja lett. Tehát nem túlságosan régen, 13 esztendeje. De ez valóban egy olyan küldetéstudattal megáldott mondat, amit én azt vettem észre a pályafutását vizsgálva, hogy ezt mindig betartotta. Vagyis legalábbis próbált úgy rendezni, úgy tanítani. Hát igen, igyekszem, bár most így én az elmúlt években elég sokszor érzem azt, hogy miközben a munkámat nyilván nagyon-nagyon tisztességgel és magas színvonalon igyekszem végezni, a tanítást is, és a rendezői munkát is, és most ugye 5. éve a Nagyváradi Színházat vezetem, hát a művészet, mármint a prózai társulatot, mert ott ez egy 3-tagozatú színház. Mégis nagyon sokszor van az az érzésem, hogy talán nem tudom, hogy hasznosabbnak kéne lenni. Már pedig ez nagyon nehezen fog menni. Biztos érti ezt az érzést. Igen, értem, érzem is. Hogy nagyobb hatókörbe kéne. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ugye számtalan főrendezői pozíciót foglalt el, nagyszerű színházakat csinált. És emellett ugye 95-ben már tanított tanársegédként, ki más, mint Székely Gábor felkérésére, gondolom én. Majd utána jött Marosvásárhely, ami megint csak egy nagyon komoly feladat, illetve hát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, egyetemen ma már nem különben. Tehát azt mondom, hogy ez így kerek a történet. Viszont mi vitte például Marosvásárhelyre? Hát az pont azután volt, tehát amikor az új színháznak vége lett, és akkor én kaptam, megpályáztam, még akkor nem voltam elég öreg, úgyhogy még meg lehetett pályázzak, egy 33-4 éves voltam akkor, és akkor kaptam egy ilyen ösztöndíjat, hogy el lehet tölteni pár hónapot Németországban, meg Olaszországban, és közben, mikor ezt az ösztöndíjat megkaptam, akkor kerestek meg Vásárhelyről. Nem volt, tehát akkor azért volt egy ilyen vákum, tehát nem történt az, mint ahogy azért aztán utána egy pálya hosszú, és azért sokszor előfordult az életemben, hogy nem csörögte halálra a telefon magát, hogy hova mennék, vagy hogy meghívjanak dolgozni, vagy rendezni. És akkor ott az új színház után is volt egy miskolci meghívásom egy fél évvel későbbre, tehát a következő évad második felére, akkor még Hegyi Árpád jutottsa volt ott az igazgató, és akkor egy Kazimír és Karolinét csináltam ott, aztán azt meg is csináltam, de végül is nem volt más arra az évadra, és akkor egyszer csak megkerestek Vásárhelyről az akkor frissen igazgató lett Béres András, és elmentem vele találkozni a lakásomtól nem messze levő kávézóba, avval, hogy nemet mondok erre a felkérésre, mert hogy volt ez az ösztöndíj. Leültem, és annyi rosszat mondott a színházról, és az Marosvásárhelyi Színházról, aminek ő frissen lett az igazgatója, annyi nehézséget, annyi nehéz körülményről számolt be, hogy mire felálltam az asztaltól, addigra igent mondtam. Úgy éreztem, hogy jó, hát hogyha nincsen pénz, hogyha gyenge a költségvetés, hogyha kicsit szétcsúszott a társulat, hogyha nem tudnak ott a fiatalok beilleszkedni a társulatba, ha nincs fűtés az épületbe, és hogyha nem is biztos, hogy lesz bemutató, akkor ez nyilván egy olyan helyzet, amire nekem igent kell mondani. Úgyhogy így kerültem Vásárhelyre, és akkor 3 évig ott minden évadban csináltam előadást, meg egy kicsit tanítottam is ott a Vásárhelyi Egyetemen. Nagyon sok mindent vihetett magával, hiszen ahogy felsorolta, úgy tetszik, a mestereit, azokat, akik segítették
az nyilván lerakódott, és azt lehetett továbbadni. Gondolok itt Székely Gáborra, Asherre, tehát itt szépen sorban, ha menjünk, akkor ez a párhuzamos életpálya nagyon is tiszta ívű. Ugyanakkor ez nyilván nem nincs így, hiszen ha valaki folyamatosan fejlődni szeretne, ennek az az áloga, hogy néha, amikor vált, akkor meg kell küzdeni az új helyzetekkel. Ebben azért bőven volt része, ahogy én néztem. Volt, de engem valahogy az új helyzetek sose ijesztettek, inkább kíváncsisággal töltöttek el. Tehát nem, azt nagyon bánom, vagy bántam, vagy... A maga a rendezői pályám az egész biztos, hogy nagyon másképp alakult volna, hogyha picit hosszabb távon, ott az Új Színház társulatával, vagy egyáltalán egy társulatban hosszabb távon lehetett volna létezni, vagy ez később aztán Tatabányán, ahol ugye a Laci 10 évig volt igazgató, akkor ugye nem volt még Tatabányán társulat, de volt egy ilyen virtuális társulat, tehát volt egy olyan körülbelül 20-25 színész, akikkel rendszeresen dolgoztunk. Azért nagyon értékes színházat lehet csinálni akkor, hogyha ugyanazok az emberek éveken keresztül együtt gondolkodnak. Tehát a közös gondolkodás kialakítása azért az mindig egy időigényes dolog, és az új helyzetek azok kihívások, azok kíváncsisággal töltik el az embert kölcsönösen, jó esetben, de soha nem lehet olyan mélyre jutni, mint amikor már 2-3-5 vagy akár 10 éve együtt dolgozik az ember emberekkel. Tehát egyszerűen ez nem tud olyan lenni, mert magával az ismerkedéssel sok idő megy el mondjuk egy próba folyamatban. Felgyorsult a világ, bármennyire is közhelyes ez a jelző szerkezet, tehát tudjuk, hogy kicsit más a Színművészeti Egyetemen is a munka ma már. Mennyit változtak a fiatalok? Az egyetemen a munka nem annyira más egyébként, ott valami van egy ilyen apró kövekből építkező oktatási hagyomány, amit ugye öröklünk, tehát végül is van egy hosszú névsor, hogy ha végigveszem, hogy engem kik tanítottak és én kiket tanítok, akkor az én fiatal tanítványaim bőven fogják Ódry Árpád vagy Nádasdy Ádám kezét, tehát ott a tanítás, legalábbis az 5 évnek az első 3 éve, az nem változott annyit, a fiatalok meg hát persze, hogy változnak. Tehát meg hát ugye az ember öregszik, és egyre nagyobb a távolság, amit azért szintén egy ilyen, mondjuk úgy, hogy szakszerű feladat, azt a távolságot áthidalni, legyőzni, megérteni azt, hogy hol tartanak a mai 19-20-21 évesek. Ezt ők is mi foglalkoztatja őket? Kérdezem ezt azért, mert nemrégiben volt alkalmam olvasni egy olyan beszélgetést, egy kivonatos részét legalábbis, aminek ön volt a részvevője, Töröcsik Franciska és egy fiatal színész. És Franciska, igen, ugye, Renato. Igen, Renato. És igen. A Franciska mi kedvencünk volt itt Fehérváron, hiszen ő egy angyal, ha úgy tetszik. És ők nagyon érdekesen fogalmazták meg, hogy milyen kihívásnak érzik egyáltalán elhelyezni önmagukat csoportban, illetve azt a csoportot a színházi világban. Hogy ez egy óriási kihívás számukra. Mennyit tudják ezt önök segíteni? Hát ezt egyrészt tanári habitusa válogatja, tehát ebben nem vagyunk egyformák, az ember igyekszik segíteni, és... Mint ahogy egy egyéves gyereket nem lehet megóvni attól, hogy 300-szor elessen, mire megtanul végigfutni a nagyszobán, és aztán a játszótéren, és aztán egy egész életen át, valamennyit nekik maguknak kell ebből megtanulni, meg megérteni. Azt érzem most most májusban vagy júniusban adtunk diplomát, Selmeci Györggyel tanítjuk együtt ezeket a zenés színművész osztályokat. Azt érzem most a végzés felé közelítő generációkon, vagy mondjuk negyed-ötöd évre eléggé bepánikolnak a fiatalok, és nem szívesen nyugodnak meg egy helyen, vagy egy ajánlatba, hanem inkább ilyen sokat mondó vágyaik vannak, és nagyon kell őket védeni attól, hogy megértsék, hogy az ismeretlenség homályából mondjuk nem lehet rögtön szabadúszónak lenni, mert egyszerűen nem lesz munkájuk elegendő. Márpedig egy színész, egy pályakezdő színésznek a lehető legfontosabb dolog az, hogy minél többet legyen színpadon. Tehát egyszerűen ott kell állni a színpadon, eljátszani valamit 20-szor, 25-szor, 30-szor, mert ezt az egyetemen nem tudjuk megtanítani, mint ahogy egy egyetemen nem tudnak nagy színészeket látni, próbálni. Ami azért
rettentő sokat ad hozzá végül is ahhoz, hogy színésszé váljon az ember, mert egyszer nézni kell másokat, hogy hogy dolgoznak, találkozni jobb rendezőkkel, rosszabbakkal, mindenfélével. Én nagyon-nagyon sokat arra büszke vagyok, hogy az én tanítványaimnak a nagy része nem óckodik vidéki városokba menni színházba, mert én ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon képviselem már első évtől kezdve, hogy szerintem a legtöbbet azért úgy lehet tanulni, tehát, hogy és nem minden azon múlik, hogy az ember Budapesten legyen. Ezt egyébként mi is tapasztaljuk, hiszen Andrássy Máté, Nagy Peti, Kádas, Lábodi Ádám úgy került hozzánk, hogy Hargita Iván menedzselte őket bizonyos értelemben. Igen, meg a Csaba, Horváth Csaba együtt, és a Horváth igen. Csaba, igen. Tehát Bárka Színház, Forte és igen, így tovább. Igen, igen. És tehát hát most azért örömmel mondhatom, hogy most az évad elejétől a friss diplomás tanítványaim közül ketten itt lesznek. Az egyik Ladányi Júlia, aki már is szintén játszott, Júliában, és igen. Ugye ő lesz a Romeus Júliában a Júlia, igen. És a másik pedig Imre Krisztián, akivel most én dolgoztam a hűtőkamrában, de őt is ismeri a Székesfehérvári. A Perej uram meg a Pál utcai fiúk miatt, mert ugye a Pál utcai fiúkban heten voltak az én osztályomból a tulajdonképpen az összes nagy szerepet az én tanítványaim játszották, igen, úgyhogy végül is most ők közülük is ketten ide szerződtek Fehérvárra. No, megérkeztünk tulajdonképpen az én kis hűtő, az ön kis hűtőkamrájához. Előtte azonban egy idézetet engedjen meg, mert ez egy csoda gondolatsor, önirónia, mondja ön. Valójában 2 éve találtam ki magamról, egyébként ezt tucatnyi éve mondta, de a gondolatsora fontos. Hogy nem túl hajlott korom ellenére ókonzervatív rendező vagyok, a posztmodern ellentéte, saját helyzetem és állapotom jellemzése. Nem vagyok divatos, nem keresek új formákat, mert a körülményeim nem engedik, mert nem tudom definiálni és megtalálni a közönségemet, mert irtózom az árituális színháztól és az előtte hajbokoló sznobizmustól, mert megvadult a körülöttünk lévő világ, nehezen találni igazi kapaszkodókat, és talán gyáva is lettem, ezt nem hiszem. Azokhoz az értékekhez menekülök, amelyeket ismerek, fontosnak tartok, olyan világban, amiben eligazodom, hogy ez mennyiben kényszer és mennyiben szabad akarat, ezt kéne megértenem. Tartja ezt? Valaha, milyen okos voltam valaha. De azért mondom, hogy ez egy fantasztikus gondolatsor, minden egyes mondatban külön-külön megvan az a mélység. Ezt hol találta? Ez mi? Nem emlékszem. Jó, de valódi. Ez én mondom. Most ennek tükrében, ugye ott voltunk a Pomerád darab főpróbáján, hát körülbelül ezt vehetjük ki. Ugye ez egy nagyon híres írórendezőről beszélünk, aki egészen különleges módi szerint írja le az ő nagyon is emberi történéseit. És önni a szó, milyen ez a darab? Fú, szerintem rettentő izgalmas. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozzászólni a közönség, mert úgy érzem, hogy egy bizonyos... hogy ezeket az alakokat ismerjük, akiket a Pomerrá ebben a történetben szerepeltet. Egy áruházi munkaközösségről, eladókról, hentespultosokról, raktárosokról, egy 8 tagú áruházi munkaközösségről szól részben a történet, akik egy furcsa helyzetbe kerülnek, mert megörökölnek egy hatalmas nagy vagyont és több céget. És bajba vannak előtte is, és bajba vannak utána is, és kicsi emberek, és küszködnek tulajdonképpen egy olyan helyzettel, ami elnyeli őket, mint az ár, és szerintem mindannyian átélünk ilyen helyzeteket, nem kell, még szerintem azok is, akik esetleg kivételesebb helyzetben vannak, és olyan foglalkozásuk lehet, amit szeretnek. Én ugyanabban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttam a főpróbát, megtalálta Tóth Ildikóval az élen mindenképpen azokat. Igen, hát most rátértem volna, hogy az Ildikó, aki tulajdonképpen a központi szereplőjét, mondjuk úgy, hogy főszereplőjét, tehát azt a nőt játsza ebben, aki mozgatja tulajdonképpen a történetet, de ő sem különb a többieknél, hanem csak... vagy hát valamennyivel külön, mert hisz dolgokba, vagy mániákus,
nem akarom nagyon spoilerezni a történetet, tehát azért gondolkozom, hogy hogy meséljek róla. Szövevényes, 10 év, egy narratívába van helyezve, tehát egy 10 évvel eze úgy kezd el mesélni, van egy mesélő, aki elkezd egy 10 évvel korábbi történetet elmesélni, és már maga ez a 10 év távolság, ami folyton ott libeg, mert ez a narráció mindig újra és újra visszatér, már az okoz egy feszültséget, mert az ember egyszerűen átéli azt, hogy a 10 évvel ezelőtti történésekre igazából villanásszerűen emlékszünk, vagy csak ilyen, illetve ki jobban emlékezik, ki kevésbé, ugye attól is függ, hogy milyen típusú az ember, és ilyen fajta villanásokból, valamiféle snittekből áll tulajdonképpen össze egy történet, sok kis mozaikból, ahol az egész történetet az tulajdonképpen csak a legvégére lehet megfejteni, vagy megérteni, mert egy kicsit olyan, mint egy krimi. Csak egy hétköznapi krimi tulajdonképpen. Nagyon-nagyon érdekes lesz, és hát én azt gondolom, hogy a székesfehérváriak, legalábbis a színházrajongók bizonyosan tódulnak majd a Pelikán Kamara Színházba, jelzem. Nos, hát én még egyszer köszönöm, hogy itt van velünk, itt van nekünk, köszönöm. És itt van ez a Pomerád darab is. Én hát remélem, benne, hogy érdekelni hogy fogja találkozni az embereket. Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Novák Eszter, Jászai Mari díjas rendező volt, aki most Székesfehérvár vendége a Pelikán Kamara Színházban, Joel Pomerá, az Én kis hűtőkamrám című darabjával. Látogassanak el a színházba, ha még kapnak egyet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!